Jó. 1969-től lakom itt, a 8. kerületben, de mikor Budapestre kerültünk a háború után, akkor a 8. kerületben jártam gimnáziumba, Vörösmartiba. Tehát már akkor kötött engem a 8. kerület. Azt hiszem jelentkeztem valami tánccsoportba, iskolai tánccsoportba, úgy 7. gimnázista koromba, de nem vettek fel. Úgyhogy aztán nem is érdekelt. Hát én teljesen véletlenül kezdtem el táncolni. Hát a 49-ben érettségiztem, és akkor volt a VIT, a világifjúsági találkozó, és a Diákszövetség még tartotta velem a kapcsolatot, mert önképzőkört csináltunk a Vörösmartiba, és ez nagyon jól működött. Az önképzőkör, nagyszerű tanáraink voltak, és akkor felhívtak, hogy te beszélsz franciául, van itt egy francia professzor és író, nem kísérned el vagy 5 napig, mert nem tudunk már tolmácsot adni. És akkor az Emmanuel Robles kaptam meg, aki akkor a még nem szabad algéri egyetem rektora volt, és író. Játszották is egy darabját valamikor akkor az 50-es években valamelyik színházba. És akkor mellé kerültem, és akkor nekem minden nap járni kellett, a vastag csontteretes szemüvege volt. És kiültünk egy délután a Hősök terére, és nagy néptánc műsor volt. Jöttek a románok, Kölusár, így. Aztán jöttek a szerbek, jöttek a bolgárok, jöttek a magyarok, és a traktorista köszöntése. Na, mikor jött még egy magyar együttes, az is valamilyen mondott dramatikus dolgot csináltak, és nem is volt jó. Ugye akkor egy ilyen francia értelmiségnek illett kommunistának lenni. Mindegyik kommunista volt, ez is. És azt mondja, hogy na mi van? Maguk még Lenin se olvassák? És mi van a nemzeti identitással? Nézze meg a románokat, meg a szerbeket. Azok tudják, hogy mit kell táncolni, hogy megmutassák magukat. Aztán elvitte egy fogadásra a francia követségre. Egy este, akkor mondta, az anyámnak úgy kellett, hogy nagyon szegények voltunk, lepusztultak. Anyának úgy kellett egy zakot szerezni nekem, hogy el tudjak menni a fogadásra. És akkor ott a többieknek ugye iszogattak az öreg urak, ott a franciák. És hát ezek előtt is megszégyenített engem. Annyira, hogy életemben először ittam konyakot. Természetesen francia konyakot, be is voltam egy kicsit csípve. Úgyhogy, és akkor elhatároztam, életemben épp táncol nem akarok hallani. Na, elég az hozzá, hogy nem akartam táncolni, és akkor egyszer a buszon hazafelé mondja a tanárnő, hogy Feriket maga olyan gyorsan megtanultam. Mondtam, nem, engem kirúgtak már egy tánccsoportból, középiskolás koromban hagyjuk. Nem, menjek elő, az építő központi együttesét megkapta vezetni. Jöjjön el, nézzél meg egy próbát. És akkor elmentem. Próba után beültünk sörözni, és hogy mindenki ugyanolyan sászott, mint én. És ragyogan lehetett beszélni ezekből, híres mérnökök, meg nem tudom, mik lettek később. Ugye ezek többnyire egyetemista fiúk voltak. És nagyon megszerettem őket, és aztán volt, amikor hogy kétszer elmentem, de csak azért, hogy próba után üljünk be beszélgetni, mert megszerettem a társaságot, és aztán valahogy rávettek, hogy mégis álljak be. Hát jól beálltam az életbe. Engem úgy vettek fel 65-ben a Magyar Természettudományi Múzeumba a végzésem után, hogy a tudományterület, amivel foglalkoznom kell, az a parazitológia. Na most paraziták tudjuk, hogy vannak, tehát vannak belső paraziták és külső paraziták. Hát a külső paraziták az, amit ugye jobban ismernek, ugye bolhák, tetvek, atkák, ugye. A belső paraziták azok bennünk élnek és az állatokban élnek. És ugye Magyarországon ezt annak idején senki nem vizsgálta, tehát egy teljesen
szűz terület volt, és a múzeumi vezetés azért döntött úgy, hogy foglalkozni kell ezzel a területtel, gyűjteményt kell belőle csinálni, tehát egy fiatal embert felvettek, aki akkor voltam, hogy foglalkozzon belső élősködőkkel. Én a igazság szerint leginkább az úgynevezett méterféle férgeknek voltam, vagy talán vagyok még a specialistája. A májméterről ugye szoktak hallani. De ennél sokkal-sokkal több faj van. Tanítottam és tanítok is, tegnap fejeztem be éppen az ELTE bölcsészettudományi karám egy kurzust. Most nem parazitológiát tanítottam, hanem muzeológiát, tehát természettudományi muzeológiát. Minden évben vannak hallgatók, sajnos ők is fogynak. Na most a parazitológiát is, hát nekünk a múzeumnak egy szoros együttműködése van az Állatorvostudományi Egyetemen, ahol van egy zoológia kar, ugye, és szakzoológusokat képeznek, és ott mi, a múzeumunk ilyen kvázi kihelyezett tanszékként működik, tehát ott ezt tanítunk, zoológiát, parazitológiát. Most már én nem tanítok ott az utóbbi évek, mióta nyugdíjas vagyok, de hát azért ott megy az oktatás. Sajnos ez a terület, ez is a parazitológia területe nagyon-nagyon háttérbe szorul. Én, mint itten múzeumi ember, ugye kerületi múzeum vezetője voltam ugye 27 éven keresztül, hát azért sokat megismertem a kerület munkájában. Azért elég jó kapcsolatunk volt a múzeumokmal, és még ma is van például a kerületi iskolákkal, annak idején orcikerti táborokkal és hasonlóval a kerületi gyerekek annak idején még ingyen járhattak. Vagy éppen a Losonci utcai iskolával, amelyek ilyen régi partner, meg egy-két civil szervezettel, akik ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket segítettek. Hát azokat a múzeumokban mindig nagyon szívesen látott vendégek voltak, és még ma is azok. Ugye én is csak igyekeztem magamat megnyugtatni, hogy talán azért kapom, mert ugye itt dolgoztam. Hát 38 évet, úgyhogy azért abból 27 évet ugye vezettem a múzeumot, úgyhogy hát igyekeztem megnyugtatni magamat, hogy talán megérdemlem.